sesi. Arka. Ha işte. Én nem, és te? Én is voltam. Barika megijedt. Mész fújózni? Nem. Hát, rakosgatjuk össze fel a bogarat, teljes villamosság, helyreállítás van. Sok apró alkatrész kell még hozzá, de már az is folyamatban van. Viszont a faros azt nyomjuk ezerre, tehát azt el akarjuk felejteni. Azért érdemes alá pillantani. Különösen kérte a György, hogy alvázvédőzzük le az alját, úgyhogy ami eddig szürke volt, az kapott mindent, úgyhogy megy rá még egy konzerváló bevonat még pluszba, ahol itt mindent átfújunk rajta, tehát a szürke színre még a kijavítjuk, megdorkorongozzuk, és amikor itt meg lesz, akkor még ezt kifújjuk rendesen, mert az északi tengernél lakik, és ott a viszonyok, a léghajlati viszonyok azok igénylik, hogy meg legyen csinálva. A kábeleket jöttek a nyitraiék, építették befele, azt érdemes megnézni. Vannak még elbetűmült sátok. Üzemanyag csövezés már be van kötve, még a kompresszor AC-tárcsával, meg a feszítővel kell még bajlódni, mert nem fut még teljesen vonalba. Gabi meg maximalista, és hát még azon kell egy kicsit igazítani. Lámpákat már feltettük. Különlegessége, hogy üvegbúrái vannak. Alumínium kerettel. Az ülések készen vannak, meg rendeltem hozzá 400 darab kupos alátétet. Hát itt a kábelköteg az folyamatban van. Hát. Szép lesz. De már nagyon várom a végét. Tevel így van szerintem György is. Alumínium táblák azok készülnek, német felirattal. Meg a motortér egy kis pillantást tegyünk bele. Főnök? Főnök? Hát a főnököt megölte a vírus. Majd kikérdezd meg, keresd meg. Én dolgozok, a főnök meg ráér. Úgyhogy ki tudja, hogy mit csinál. Lehet, hogy már meg is döglött. Hát miért is kértek egy kicsit a fiúk? Ez már kezd összeállni. Vagy hozzá egy másik AC-tárcsa, ez egy kölcsön van kérve. Csá! Szóval! Menj ide, gentlemen! Igen, az szép lett nagyon. Hát még ezzel van még egy kis szívás, mert a menetek meg vannak szakadva. Egyik helyen, tehát a ventilátor egyik helyen élén van, másik helyen mellette van, ezzel még produkciózni kell. Én engemet hagyjál békén, a főnököt meg keresd meg, ahol van. Szerintem ott hol van. Ja, még annyit, mielőtt mész a főnökömhöz, hogy ebbe hátul szögletes lámpa lesz. Tehát ez egy korai német NDK-s kivitel, tehát nem maszek kolmányként megy bele szögletes lámpa, hanem az is volt benne, nem kerek lámpával volt. Ez ilyen. Na csá, szávok! Halló, pucám, hol vagy? Szeva! Gyere még hátrában, álomkertbe!
Jaj. Ne, majd foglallak, gyere tesókám. Kicsit meg fogsz lepődni, de gyere. Jó, jó. Csá. Ölellek. Pusi. Hát te hol vagy? Hello! Ide már nem jön fel a vírus. Szava! Hogy találtál meg? Hát mondtad, hogy jöjjek át. Ennyi. Jó helyen vagy. Fordíthatod az újságot, nem baj? Igen, a Mercedes-t néztem itt a hátulján. Uh-huh. Igen. Igen, Évike van benne. Az egyik lapszámban. Formula magazinban. Uh-huh. Épp lapozgattam az üzletvezető asszonyt, és várjál, leveszem a maszkot, hogy jobban lássalak. Várjál, jó, el van. Várjál, kicsit értelmesebb legyen, mert zavaró a dolog, ma itt vagy, téged nem ölt meg a vírus. Kösz egy kávét? Hát majd igen. Jó, jó, limonádé van, lányom csinálta. A monitor kihagytam az esőn. És mit nézel? Hát a YouTube-os filmeket nézem, téged nézlek. Igen. Csak most gyenge a vétel. Ez itt? Hát igen, ez a kézmosó, vagy lábmosó. Ja. Mesei picám akkor. Na, Évike egyszer köszöntöttük a csirketele babáját, mielőtt indultunk az Egri Rally előfutásra. Hát az egri előfutás azt a vírus tavasszal megölte, de ősszel újra támadt a vírus, annak ellenére megcsináltuk az egri előfutót. Hát más rendezvényt is megölt a vírus, köztük a tapolcai ikoruszos találkozót, de a csirketelepi rendezvényt azt nem bírta megölni. Ott nagy volt az elhatározottság, igaz, hogy rezgett a léc. Még ami nagyobb rendezvény volt, az a Mátyásföldön, az Ikarus gyár területén. Szerintem az az év legnagyobb ikarusos rendezvényére sikeredett. Igaz, hogy a tapolcain sok ikarusz van, de ez a tartalmas rendezvény, ezt Szabó Zsókáig rendezték meg. Ott a művelődési házban minden szombaton van egy tárlat kiállítás, amit meg lehet látogatni, meg lehet nézni. Szép számmal is jöttek össze ikaruszok, elkészült a Kaposvárnak a zöld ikarusza, Jörgét csináljuk. Fiúk dolgoznak a szerepen? Dolgozom. Remélem is. Megyek én is ki, majd megnézem őket. Én is folytatom majd a melót. Azon kívül mi szeretném még tudni? Ja igen, visszatérve a polgári csirketelepi rendezvényre, remélem, hogy tetszett nektek. Egy-két dolgot majd jövőre majd másképp csinálunk. Jövőre is folytatjuk. Vigyázz a bögrémre. Egyébként ez még Tamásnak a bögréje. Ez enyém? Nem, a másik Tamásé. Neked majd másik bögré lesz, neked Évike is bögre lesz. Ja. Az új Verdám. Uh-huh. Egy támogatói bögre, ezt Borik Tamásnak címeztem. De még már elkészült már egy... Mennyi ideje? Hát szerintem már lassan egy jó fél éve, de még nem tudta elvinni. Mindig egymás mellett futottunk. Jó van, akkor én megyek. Mész? Mm. No, én is még megnézem még a YouTube-os filmnek a végét, értékelem, majd húzok rá egy negatív lájkot, vagy egy pozitív lájkot, majd meglátjuk. Vagy eldöntöm. Mondjuk van olyan lájk, jó, egyébként van egy 30 perces film, ha észrevettem, elkezdődött, 3 perc után már van 6-7... Nem, még meg se kezdődik. Igen, 6-7 negatív lájk, úgyhogy azt meg tudjuk, hogy kik azok egyébként, hogy őket is üdvözlöm, de szeretem én őket, mert nagyon Isten állatkertje, úgyhogy beleférnek. Az minket nem zavar.
Hát akkor... Zavasz még, vagy micsoda? Nem, hát akkor... Nem, azok nézzétek a rallis videót, én még évikét még egyszer megnézem, töröm majd az agyam a következő filmtémám, dolgozzál. Gyerek, jó van? Jó van, köszi. Akkor jó. Szép gyereket csináltál, bakker. Imádom. Nikinek is májusban volt a lagzia, utána volt nem soká kibabája. Uh-huh. Sziasztok! Figyelj, a gyerek papírhulladék, hogy elviszem majd. Mondja már, eső. Itt túl kell volna. Labikám, gyere majd el, légy szívesen. Mondd el nekünk, hogy mi lett ez a betű kicserére. Mert ezt Dani nem tudja. Babán? A rábát, babán. Igen. Hogy miért cseréltük ki? Hát ez így is volt. Miért volt így? Már így volt. Miért, babán? Labikám.
Tudom, hogy ki van a fasz volt velem. Rossz főnök vagyok. Na, a legrosszabb? Tudom. Még nem volt. De azért egyet el kell, hogy ismerjek, hogy... illetve inkább most úgy mondom, hogy fasz a csávó vagy. Ha végebb lennek elütlenek benne. Tehát... igen. Tehát azért... Tehát most nem akar fizetni majd. Igen. Jó, azt akarom mondani, hogy tizedike lesz. Tizedikén nem lesz felú, csak két nap múlva. Azon kívül... Megyek nyaralni. Igen, igen. Tehát hogy is mondjam. Kényszer. Köszönöm már szépen azt a dolgot, hogy én nekem az álmémet valóra váltottam. Nem térdeltél le, vagy mit semmi? És ezáltal az ide a sörület. Igen. De rám ne borítsd. Nem. Féltem. Megkóstolom, hogy ilyen. És arra kérlek, hogy ezt a számot vedd le róla. Hogy? Levenni. Ja, már most sérzik. Köszönöm szépen. Hát megéltük ezt is, látod, az 50. ezt. Igen. De hát az egyes, az egyes. Akkor is. Igen. És köszönöm már ezt a segítséget. Gondoltam, hogy még én téged ezt nem köszöntettelek fel, de ezt az alkalmat látom. Köszönöm szépen. Hogy ilyen barátom van nekünk. Tényleg gondolnak rám. Én Pista például, aki lelocsolt. De ne locsoljatok le! Ne! A többiek is kapjanak már! Oké! Próbáld meg! Tudjátok, hogy fog ez rám adni rajtunk? Tudom! Azt az eget! Én is kaptam belőle! Ez élmény volt, köszönöm! Hogy alajod? Az anyám teljesen be van melírozva! Hát, nem volt szó, hogy még egyszer lelocsoltok. Én gondoltam rossz, hogy azt arra nem, hogy én is kapok. Elvettétek a sörök. Nem baj. És egyedül viszok? Senki nem iszik velem? Vagy most hogy lesz? Én itt van, sofőr iszik. Úgyhogy a mai naptól így megy a kocsi. Ötven? Egy képet csinálj már számára, akkor egy csoportképet. Csináltam már meg az enyém, hogy... Persze! Meg is meg nem asszírozzalak? Ó, figyelj, ide élvesz, hallod? Na, figyeld! Dongó. Nem baj, mert olyan szállj. Dongó, rajtad a dongóba. Köszönjük, hogy ennyi a vég. Ennyi, három.
megy az, lesz el a kék!
lassító. Ez a falos lassító, ez volt már. Remember?